Az elmúlt egy évben a pandémia az emberek mentális egészségét is megviselte. Sokan hiányt szenvednek a társas kapcsolatokban. A social distancing, vagyis a társas távolságtartás és az általános karantén intézkedések következtében sokan magukra maradtak, alig látják szeretteiket. A Ragyolci Szabó Mária nyugdíjas, egyedül él beteg férjével, aki ápolásra, gondozásra szorul. A járvány idején a négy fal közé kényszerültek, keveset találkoznak a gyerekeikkel, unokájukkal. Szerettünk a gyerekekkel járkálni, odaföl, jó levegő, igaz, autón zúgás nem volt, mint nagyon szerettünk ott lenni. Nekünk a mindennapi mi volt az, hogy sétálás, kimenni, papa ő igaz, kiart egy beszélgetés, egy csörni, elült szegényként, mi bírt. Szeretett oda járni. Az neki nagyon hiányzott. Az biztos, hogy azt lehetett látni, hogy belé van betegedve. Az egyedül élő idősek kapcsolatait fenntartani jelen körülmények közt nagyon nehéz. A megszokott napi rutinjuk teljesen átalakult. A Fülöp-Püspökiben élő Ferenc Attil 70 éves kora ellenére is aktív életet él, amit a járvány időszakban is próbál fenntartani. Mivel jó egészségben van, takarítani jár, olvas, tévét néz, naponta többször imádkozik, és megtanulta használni a közösségi médiát. Amúgy hogy mondod, Anna? Most jó, el vagyok, no. A számítógép és az internet segítségével a távolabb élő rokonokkal is tudja tartani a kapcsolatot, de mint mondja, legfőképp a Jóisten tartja benne a lelket. Eddig is a hit és az imádság segítette őt át a nehezebb időszakokon. Hiányzik ez a közösség, igaz, a Ferenc rendben, és még a család is, hogy mindent, csak el kell tudni fogadni. Mert a gyerekekre így nem, ők most nem jöhetnek. Ma a lányom is azt mondja, ma 3 éve nem volt. Ma most, hogy van ez a micsoda, és akkor a számítógépen azon keresztül szoktunk. Tegnap is másfél órát beszélgettünk. A szakember szerint a nehéz időkben az emberi kapcsolataink által nyújtott érzelmi támaszra és segítségnyújtásra kivált kép szükségünk van. Az elszigetelődés kihat a testi-lelki egészségünkre. Társas támogatás, ez egy olyan pszichológiai fogalom, ami azt jelenti, hogy kik azok, akik körülöttünk vannak, akikre számíthatunk, akik szólnak hozzánk egy jó szót. Ez lehet a szomszéd, lehet a kollégánk, lehet tulajdonképpen bárki. Az a lényeg, hogy egy személyes támogató kapcsolat legyen. Tehát, hogy a fiatalok eleve több ilyen térrel rendelkeznek, hiszen ott van a munkahelyünk, ott vannak a barátaink, ott vannak a távolabbi ismerősök. Az időseknél ugye ez már eleve beszűkül, tehát hogy sok esetben tényleg csak a családra korlátozódik, és hogyha ezt elvesszük tőlük, akkor nagyon erőteljes ez az elmagányosodás. Mérhető ez a változás, hogy fizikai szinten is a hormonháztartásunk is egész másként működik, és aztán ez nyilván kihat a lelkiekre is, hiszen bármilyen mentális betegség ezekkel összefügg. A járvány időszakban nagyon magas az elszigetelődés veszélye. Hogy ezt elkerüljük, tartsuk a napi kapcsolatot idős szeretteinkkel, és ne csak a járványról beszélgessünk velük, hanem régi kellemes emlékeket is idézzünk fel. Éreztessük velük, hogy nem fölöslegesek, kérjük ki tanácsaikat apró dolgokban. Biztassuk, hogy tartsák a kapcsolatot a közösségükkel, javasolja a szakember.